A hétvégén a jelenlegi listavezető ajkai sakkozók látogattak Balatonfüredre. A tabellán elfoglalt helyezések alapján a vendégek esélyesebbnek tűntek, de a sakkban az első lépésekig mindenki döntetlenről indul. Nehéz mérkőzés előtt állunk, hiszen az NB1 lista vezetője Ajka látogatott el városunkba, több nagymestert tudván a csapatába. Hát tisztes helytállást várok, és egy szoros mérkőzést. Mi is nagyon készültünk, nem csak ők, és nagy örömünkre szolgál, hogy a máltai olimpiai csapat vezetője, edzője itthon van és Füredbe játszik, Novák Attila Róbert. Én mindig győzelmet várok, de én úgy gondolom, hogy egy nagyon szoros mérkőzés, vagy egy minimális veresége, én azért kibékülnék ma. Kicsit fokhiasak vagyunk, mert hiányzónk van a nagy csapatban, akik most Tapolcán játszanak, úgyhogy nem a legerősebb csapattal érkeztünk, még én is játszom, de hát azért azt várom, hogy egy szoros csatában azért talán sikerül legyőznünk a Füredet. Ajkán, hogyha figyelitek, nagyon nagy fejlődés van. Most minden osztályban szerepel már Ajka, a Szuperligától a megyei kettőig. Ilyen úgy tudom, hogy egy van még rajtunk kívül az országban a haladás. Kimondom most egyszer tévékamerák előtt is, hogy nagyon-nagyon szeretnénk egyszer megnyerni a magyar bajnokságot a legerősebb osztályba, a Szuperligába. Erre azt gondoltam, hogy idén van lehetőség, de hát így, hogy túl vagyunk már a Paks meg a Nagykanizsa elleni meccseken, és csak harmadikak vagyunk, azt gondolom, hogy idén is elment ez a hajó, de jövőre majd megpróbáljuk megint. Malajziából érkeztem vissza a FIDE Commonwealth versenyéről, ahol sajnálatos módon az utolsó felében betegség áldozata lettem, de előtte jól ment a verseny, mert sikerült egy nagymestert kiremizni, és megverni egy nagymester női játékost. Úgyhogy most úgy érzem, hogy játékban vagyunk. Jelen pillanatban Ajkát fogadjuk itt Füreden. Nyilván ők az esélyesebbek, de megpróbálunk egy szoros küzdelemben valami jó pontokat, jó eredményt elérni. Fáncs Imre, nemzetközi mesterre készültünk megint. Nyilván több játékosra kellett készülni, mert hát Ajkának nagyon hosszú a népsora, és hát meglátjuk, hogy sikerült a készülés. A kora délutánig tartó mérkőzésen már az első partikat követően is érett a meglepetés. A Fürediek a legvégsőkig tartották magukat. 3 győzelmet és 7 remit követően meglepetésre 6,5-5,5-re megnyerték a találkozót. Erre az eredményre még a legvérmesebb szurkolók és a sakk kedvelői sem számítottak. A hazaiak közül egy pontot szerzett Forgács, Vargyas és Palla, remizett Fáncsi, Pataki, Zentai, Novak, Lyle, Fűr és Kuhn. Ezzel az eredménnyel a füredi csapat megkezdte a felzárkózást a középmezőnyhöz. A következő mérkőzésre március 10-én Szombathelyen kerül majd sor.